benne voltam ebbe a világban. Egyrészt régen, másrészt meg igen, tudtam, hogy létezik, de akkor néztem utána igazából, hogy mennyire élő, valós dolog ez most megint. Hát Róna Emmit azt nagyon szerettem, neki mesekönyvei is voltak, de hát nem tudnék így most már kedvencet mondani, imádtam a diafilmeket. Nekem ez új volt, mint mondtam, hogy ebbe a világba gondolkozni, azért ez egy kicsit másfajta rajzolást igényel. Én rajzfilmes voltam régen 17 évig, és ebbe éltünk, ebbe dolgoztunk. Én most egyébként kísérleteztem, ez egy teljesen új technika, amit kipróbáltam, mert kézzel szoktam festeni, ezt számítógépes digitális illusztráció volt. Szerintem nagyban segíti, szebbek, színesebbek a mai gyerek illusztrációk, vagy akár a diafilm is. Boldizsár király lecserélte a koronát a három ágú csörgő sipkára. Ruhát váltott, és kipingálta az arcát, mint egy fellépésre készülő bohóc. Saját feleségem, a felséges királyné sem mondaná meg, hogy ez én vagyok, mondta gyermek iterűvel a tükör előtt ülve. Hát ez egy fantasztikus dolog. Szerintem a gyerekeknek azért érdemes, mert egy otthoni mozi élmény egyrészt. Aki esetleg nem szeret olvasni, vagy nem úgy szeret olvasni, rávezeti a gyerekeket az olvasásra ez a fajta film és könyv közötti műfaj.